Tisztelt polgármester úr, kormány megbízott úr, főigazgató úr, kancellárió, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, tisztelettel köszöntöm Önöket ezen a rendezvényen, és nagy örömmel tettem eleget ennek a meghívásnak. Engedjék meg, hogy a hallgatókon, jelenlévőkön kívül külön köszöntsem az itt lévő katonákat, az önkéntes tartalékosokat, a kadétképzésen résztvevőket, hiszen ha 1848-49-es forradalmi szabadságharc máig követhető üzeneteit megkívánom osztani Önökkel, akkor bizony azt kell mondani, hogy szükség van a fiatalokra, nagyon jó, hogy itt vannak, és szükségünk van az önkéntesekre, hiszen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc elsősorban legalábbis így indult, hogy az önkéntesekre épült. És ugyanakkor 1848-49 az első önálló magyar honvédsereg születésének az évfordulója is, hiszen 171 évvel ezelőtt alakult meg az önálló magyar honvédsereg. Mielőtt én elkezdeném az előadást, tekintsünk meg egy kis filmet, miről is szól ma a magyar honvédség története. Szeretteink, értékeink, hazánk. Van mit óvnunk, védenünk. A védelem a katonai biztonság alapját a Magyar Honvédség képességei jelentik. A biztonság másik alappillére a NATO szövetségi rendszerében való együttműködés. Mindehhez, valamint a haderő utánpótlásához nélkülözhetetlen az állampolgárok felkészültsége, hazafias elkötelezettsége, áldozatvállalása. A Zrínyi 2026 program elsődleges célja a korszerű eszközökkel felszerelt, a kor biztonsági kihívásaira megfelelő válaszokat adó honvédség létrehozása. Összhangban van a katonai hagyományok ápolása és a korszerű haditechnika üzemeltetése. Fontos a szakszerűen felkészített állomány. Idősebbek és fiatalok együtt egymásért. A haderőfejlesztési program részeként megvalósul a katonák feladatrendszeréhez szükséges technikai eszközök megújítása, amely átfogóan érinti a Magyar Honvédség valamennyi képességét és fegyverrendszerét. A Magyar Honvédség képességeinek megőrzése és fejlesztése szempontjából a személyi állomány kiképzése és továbbképzése az egyik legfontosabb feladat. A Zrínyi 2026 programban foglalt haderőfejlesztés nyomán megújuló, korszerű fegyverzeti, haditechnikai eszközök csak a hozzájuk társuló korszerű ismeretekkel együtt alkotnak alkalmazható képességet. A honvédelmi és haderőfejlesztési program fókuszában az ember, a katona áll. Kiemelt célunk az egyéni harcászati felszerelés korszerűsítése, a katonák megbecsültségének növelése, az illetmények emelése, a kiszámítható életpálya megteremtése, a biztos, valós erőt jelentő tartalék biztosítása. A programhoz kapcsolódik a hazai védelmi ipar fejlesztése, amelynek gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő hatása van. Mindehhez nélkülözhetetlen a társadalomból építkező hátország, amely tudatosan gondolkodik és önként tesz az ország biztonságáért.
Ebből a hátországból kerülnek ki a jövő hivatásos tisztjei, altisztjei, a szerződéses legénységi állomány. Ebből a hátországból jelentkeznek fiatalok százai önkéntes műveleti és területvédelmi tartalékosnak. E hátország biztosítja, hogy sorra alakulhatnak az önkéntes területvédelmi századok és ezredek. Ezért fordít nagy figyelmet a tárca az önkéntes honvédelmi előképzésre. Ezért indította és egyre nagyobb sikerrel működteti a Honvéd Kadét programot. A megfelelő utánpótlás érdekében biztosítja a tárca a sport és szabadidős rendezvényeken is a honvédelemmel való ismerkedés lehetőségét. A Honvédelmi Sportszövetség összekötő kapocsa Magyar Honvédség, a köznevelési és a felsőoktatási intézmények, a szakági sportszövetségek és a honvédelem ügyét támogató más mozgalmak között. A felsőoktatásban és a középfokú oktatásban tanulók már ma is ösztöndíjban részesülhetnek, amennyiben vállalják a katonai kiképzést, valamint a tartalékos szolgálatot. 170 éve harcban született meg a Honvédség. A világ egyik legerősebb hadseregével vette fel a harcot. Ehhez az egész ország összefogására, a társadalom áldozatvállalására, a hadipar megteremtésére volt szükség. Ma hasonló, nagy léptékű fejlődésnek lehetünk tanulni. A 2026-ig terjedő fejlesztési program végére a Magyar Honvédség a térség egyik legkorszerűbb, legütőképesebb haderejévé válik. Minden fiatalnak, férfinak és nőnek megvan a lehetősége a legjobbak közé kerülni. Szeretteink, értékeink, hazánk. Megvédjük. Hölgyeim és uraim, ez a kis mondat, amivel kezdődött ez a videó, és amivel befejeződött, hogy szeretteink, értékeink, hazánk, megvédjük. Erről szól a Magyar Honvédség, a Magyar Honvédségnél szolgáltat teljesítő katonák, és mi azt szeretnénk, ha minél többen hasonló formában gondolkodnánk. Legyenek katonák, hivatásos katonák, önkéntes katonák, szerződéses, vagy éppenséggel önkéntes, tartalékos katonák. Én úgy gondolom, hogy minden magyar állampolgár kötelessége úgy gondolkodni, hogy az országnak vannak értékei, vannak kultúrái, és vannak állampolgárai, akik, ha kell, és elsősorban én a katonákról beszélek, életüket áldozzák ezekért az értékekért, szeretteikért. És azért, hogy ez az ország boldogulhasson. Erről kívánok majd szólni a következő percekben. Most a dián az életutamat lehet látni, honnan jöttem, hol vagyok, és merre tartok. A mellettem és a velem együtt dolgozó és szolgáló katonákkal együtt. Ez a kisfilm arról is szólt a fiataloknak, hogy találják meg helyüket, szerepüket és számításukat. Akár a Magyar Honvédség kötelékében, de mindenféleképp a haza szolgálatának érdekében. Ugyanis az ország érdekeit nem csak fegyverrel lehet szolgálni, és nem csak a honvédség kötelékében lehet szolgálni, hanem a becsületes, felkészült munkánkkal, az áldozatos odaadása. Hogy kerültem én a katonai pályára, hiszen a családunkban nem volt hivatásos katona, nem kaptam olyan iránymutatást vagy követendő példát, hogy katona legyek. Ennek ellenére 43 éven keresztül szolgáltam katonaként. Szakmunkás tanulóként kezdtem az életemet, és szakmunkás tanuló koromban döntöttem el, hogy katonai pályára kívánok lépni. A technika szeretete volt az,
hogy engem a mezőgazdasági gépszerelő szak elvégzése után arra inspiráljon, hogy szerezzem meg az érettségit, az érettségi megszerzése után pedig jelentkezzek katonai főiskolára. Olyan szakra, ahol a legkorszerűbb, legmodernebb technikai eszközök találhatóak. Ez abban az időben a rakétatechnika volt, ezért jelentkeztem rakéta és tábori tüzérszakra. Ha megnézik az életutamat, lehet látni, hogy a főiskolát, a katonai főiskolát Magyarországon végeztem, a tüzérszakmai akadémiai ismereteket a volt Szovjetunióban, a volt Leningrádban szereztem meg, majd tanultam az Amerikai Egyesült Államokban, amikor visszatértem, akkor civil egyetemi diplomát is szereztem, humán erőforrás szakirányon, és hát mivel hirdettem és vallottam, ezért azt mondtam, hogy egy életen át tartó tanulás adhat az embernek igazából egy karriert, és ebben mellettem volt a családom, és akkor indultam el a kutatómunka területén, és tudományos fokozatot 2010-ben szereztem. Ha megnézik, akkor valóban egész életutamat végigkövette a tanulás. Persze akkor megkérdezhetik, hogy hol dolgoztam, meg hol szolgáltam. Elég sok helyen szolgáltam, a szakaszparancsnoki beosztástól kezdve, a vezérkarfőnöki beosztással bezárva, és kerültem a tárca élére, mint honvédelmi miniszter. Tehát szeretném a jelenlévőknek bizonyítani azt, hogy az egyszerű szakmunkás tanulóból is lehet előbb-utóbb miniszter. Hát ha sok idő is, mondjuk úgy, hogy eltelt azóta, de hát ez egy élethivatás, ez egy életpálya, és majd amikor én szólok és bemutatom itt önöknek, hogy ha egy fiatal így gondolkodik, hogy ő a katonai életpályát választja, és minden kihívásnak megkíván felelni, és meg tud felelni, akkor lehet élet célja az embernek. Nem csak álma, vagy nem csak álmai, hanem azoknak a céloknak, álmoknak a valóra váltása is elkövetkezhet. Következőt kérem erre. Következőt. Ha már 1848-ról beszélünk, közeledve nemzeti ünnepünkhöz, és itt a diákon is elsősorban, vagy a videón is elsősorban az 1848-49-es forradalom és szabadságharcot emeltük ki, de Magyarország létrejötte, Magyarország, mondjam úgy, hogy talpon maradása, magyarnak maradhattunk, ez sokkal többet jelent, mint 1848-at. Hiszen ha végig gondolják történelmünket, akkor láthatják, hogy eléggé hosszantartó, vérzivataros időszakot élt meg a magyar ember, a magyar nemzet, és erről szól az élet, a küzdelemről, a talponmaradásról, a kitűzött céljaink eléréséről. Csak gondoljunk bele nagyon röviden, és tényleg nem szeretnék történelmi órát vagy történelemről szóló órát tartani, de emlékezzünk vissza a honfoglalás időszakára. Arra a nomád népre, aki ide a Kárpát-medencébe talált, és kezdte hódító, kalandozó életmódját, majd az állam alapítással a keresztény világ elfogadását és építését. Vérzivataros volt ez az időszak is, és hát akkor jellemző volt a magyarokra, erre a kalandos életútjukra, hogy a nyugatiaktól származik az a mondás, hogy a magyarok nyilaitól ments meg engem, uram. Ugye ismerős ez a mondat. Tehát az az életvitel, amit a magyarok akkor folytattak, az eredményezte, hogy egy erős magyar nemzet létrejöhessen. Aztán voltak vérzivataros időszakok, csak néhányat felemlítve,
az államalapítás után. Elsősorban gondolok a tatárjárásra, amikor Magyarország területét felégették. Mindkettő tatárjárásra gondolok, hajlamosok vagyunk ugye csak egy tatárjárásról beszélni, pedig kettő volt, az egyik az 1241 és 42-ben, majd a másik pedig egy pár évvel később, 1285-ben. De bizony ez egy olyan vérzivataros időszak volt, amikor a magyarság fennmaradása az kérdésessé vált. Majd a 13. századból menjünk át a 15. századba, ugye amikor a török 150 éves uralmáról is beszélhetünk, 1526-tól egészen 1699-ig, tehát tulajdonképpen majdnem a 18. századig a török vész, a törökök elleni küzdelem és harc, a végvári vitézek hazafisága. Majd a török birodalom és a törökök hatalmának felszámolását követően akkor jöttek a függetlenségi háborúk, a függetlenségi küzdelmek. Gondoljunk a Rákóczi féle szabadságharcra, 1703-1711 között. Tessenek csak végig gondolni, szinte minden században ott van a harc Magyarország területén. Magyarországért, a függetlenségért, az önállóságért. Majd azt követően következik az időszak 1848-49. A köztes csatározásokról hagyj ne szóljak, mert azért nem volt béke a szünetben sem, a háborús és küzdelmek időszakában, mert mindig voltak valamik, amikor az emberiség fennmaradásáról és hovátartozásáról kellett beszélnünk. De jött az 1848-49, és Tolna megyének rendkívül nagy szerepe van ebben az időszakban. Lehet látni, hogy neves személyiségek, és hát az ozorai csatáról nem is beszélve, azért mégiscsak a megyéhez köthető, és bizony megalapozza az egész hazafiságát az, ami a következő évtizedekben is jelen van. 1848-49 után, ami ugye, bár azt mondjuk, hogy vesztes csata volt 1849, hogy befejeződött a szabadságharc, és sokan hibáztatják Görgei Artúrt, én pedig azt mondom, hogy rosszul ítéljük meg, mert amikor egy 200 ezres cári sereggel kellett felvonulni, vagy ezzel szemben kellett felvonulni annak a kis törékeny magyar katonákból és más nemzetiségű katonákból álló kis seregnek, akkor azt is látni kell, hogy egy jó katonai vezető, egy hadvezér tiszteli és becsüli a katonáit. Tiszteli és becsüli, és tudja, hogy mi minden köszönhető a katonák áldozatvállalásának. És feláldozni az életüket, vagy azt mondani, hogy kilátástalan ez a küzdelem. És nem beszélve azokról a politikai előzményekről, hogy Görgei Artúr miért azt a döntést hozta meg. Mert sok-sok hibás politikai döntés született menet közben. Sok-sok olyan hibás döntés született, hogy igenis el tudott volna menni ez a magyar honvédsereg Bécse aljáig. Bécs ostromát végre tudta volna hajtani, csak más döntéseket hoztak. És került olyan helyzetbe ez a nagyon fiatal magyar honvédsereg, hogy végül, azt kell mondani, én most nem akarok beszélni itt az októberi, 49 októberes eseményekről, a 13 maradi vértanúról, az első önálló magyar kormányfő kivégzéséről, de az ezt követő időszakban Magyarországnak nem volt önálló honvédserege. Egészen a kiegyezés koráig, ugye 1867 a kiegyezés dátuma. Majd azt követően kezd újjáfejlődni, de nem önálló magyar honvédseregként.
és nem akarok részleteibe belemenni, lépjünk egy nagyot, jön az első világháború, jön a trianoni békeszerződés 1920-ban, amely megint egy sorscsapás Magyarországra és a Magyarországot oltalmazó védő honvédseregekre. Az első világháborút követően ne beszéljek a Vörös Hadseregről, de majd következik a második világháború. A második világháborút 41-től 45-ig megjelenik az első magyar honvédség, amelynek nevét most is viseljük, de közte volt egy időszak egészen 1951-től a rendszerváltásig, amikor magyar néphadsereg elnevezést viselte. Egy mindig biztos volt, hogy a katonák lojálisak voltak a hazájukért, a katonák mindig életüket áldozták ezért az országért és népért. És beszélhetünk 1956-ról, a forradalomról, az ott hősiesen helyt állt magyarokról, és beszélhetünk arról a beígért segítségnyújtásról, amely nem valósult meg. Tehát a magyar ember, a magyar katona hősies, bátor helytállással mindig ott volt. Hogy az ő küzdelme nem mindig volt győztes, ez nem jelenti azt, hogy le kellene kicsinyíteni az ő jelentőségét és szerepét. Hölgyeim és uraim, hát a rendszerváltást követően, amikor csatlakoztunk a NATO-hoz, épp kérdezték a sajtó munkatársai, hogy miért kell ez a honvédség fejlesztése, amiről majd szólok. Hát elsősorban azért, mert meggyőződésem, hogy hibás utat választottunk. Amikor a NATO csatlakozást az ország nagy része, többsége igennel elfogadta, akkor az a politikai üzenet jelent meg utána, hogy hát a NATO-nak tagjai vagyunk, majd a NATO megvéd minket. Nem a NATO-nak kell megvédeni Magyarországot. Magyarországot, a magyar embereket, a magyar érdekeket és értékeket, szeretteinket, azt magyaroknak és a magyar honvédségnek kell megvédenie. Téves felfogás az, amikor arra hivatkoztak, hogy a NATO, a washingtoni szerződés 5-ös cikke, amely a kollektív védelemről szól, majd ennek alapján biztonságban érezhetjük magunkat. Mert ha a NATO valamelyik tagállamát támadás éri, akkor a másik tagállam köteles ugye az ő segítségére sietni. Ez így van. Csak az egyszerű számtannal, nem is akarok matematikával foglalkozni, csak egyszerű számtani műveletekkel, azzal azt kell mondani, hogy az 5-öt megelőzi a 3. És a 3-as cikk az pedig arról szól, hogy minden tagállam köteles olyan képességet, olyan haderőt építeni és fenntartani, amely biztosítja az ország és a nemzet javának szolgálatát. És ezt a képességet kell nekünk a NATO-nak felajánlani, hogy ennek alapján az 5-ös cikket igénybe tudja venni. Tehát ez egy nagyon-nagyon rossz felfogás volt, és vezetett oda, hogy a magyar honvédség az ilyen mostoha gyerek lett attól a perctől kezdve, és jutottunk el oda, hiszen a világban, Európában, környezetünkben végbe menő biztonság, politikai változások, a biztonság helyzetének változása megköveteli, hogy igenis változtassunk ezen. Mert ha egy pillanatra erre a diára, erre a szlájdra nézünk, akkor lehet látni, hogy milyen kihívások jelentek meg napjainkban. Egyik legnagyobb probléma és kihívás, amelyről
Most már egyre többen beszélnek, különösen a Ukrajnában bekövetkezett háborút követően, az úgynevezett hibrid hadviselést követően, hogy a Krím félszigetet Oroszország nagyon egyszerűen mindenféle nagy harckocsi hadosztályok csapása, meg rakétacsapás nélkül elfoglalta. Hát ez pontosan egy olyan műveleti eljárásrend, amelyre minden országnak fel kell készülnie. Mi csak azt gondoljuk, és azt látjuk, azt érezzük, hogy békében és biztonságban élünk. És ez így is van. És az a jó, ha mindenki ezt érzi. Hogy nem kell félni, nem kell aggódni, mert biztonságban vagyunk. De mitől van ez a biztonság? Hiszen nagyon röviden Magyarország történelmi pillanatait felidéztem. Hát egész történelmünket az jellemezte, hogy háborúban élünk, hogy küzdünk a fennmaradásunkért, hogy küzdünk a megmaradásunkért, hogy küzdünk az életünkért. Most is küzdünk. Más formában, más módszerrel, más eljárással. És éppen ezért van nagyon-nagyon nagy szükség a fiatalokra, hogy ezt lássák, hogy ezt érezzék, hogy a biztonság csak úgy önmagában nem létezik. Ha azt gondolják, hogy ez már régen volt, ami így volt, tessenek belegondolni, történelmi léptékekben nézve a délszláv válság nem olyan nagyon rég történt. Az országunk déli határánál. Meggyőződésem, hogy ülnek itt olyan tornamegyei lakosok, akik emlékeznek rá. Én az ország déli részén szolgáltam akkor, igaz, hogy Kiskunhalason, nem ebben a térségben, de ott is minden este, amikor álomra hajtotta volna az ember a fejét, akkor hallotta az ágyuk dörejét, a harckocsik hangját, a fegyverek ropogását. És tessék megnézni, hogy azt követően mi lett abból a Jugoszláviából, ami Jugoszláviaként egy példakép volt előttünk. A jólét miatt, a foglalkoztatás miatt, és egy háború hogyan tette tönkre, és sodorta abba a helyzetbe, amiben most is vannak. Hiszen a Nyugat-Balkánon nincs biztonság, nincs stabilitás. Az, hogy ott most pillanatnyilag úgynevezett béke van, az többek között annak köszönhető, hogy több ezer katona teljesített békefenntartói szolgálatot. És próbálja ezt a törékeny békét megőrizni, biztosítani, hogy az emberek békében élhessenek. Az ukrán háborúról már beszéltem. És azt kell mondanom, hogy ez a háborús helyzet pillanatok alatt tönkre tudja tenni az országot és az ország lakosságát. Nem akarom ezzel az időt húzni, de nagyon sokat lehetne róla beszélni, hogy az az ország, amely olyan példa volt a magyarok előtt is, hogy ha kimehetek Jugoszláviába, és vehetek ezt is, azt is, amazt is, micsoda fejlődés van ott. És csak egy pár évvel ezelőtt, amikor Koszovóban még akkor összhadelem parancsnok helyettes voltam, kint jártam, akkor karácsonyra dobkályhát vittünk a koszovói gyerekek iskolájába. Dobkályhát. Egyszerű dobkályhát, amelyben fával lehet tüzelni, hogy az iskolában a 20. század végén a gyerekeknek be lehessen fűteni. Hát majdnem felesleges volt, mert télen voltunk ott karácsony előtt, csak az iskola ablakaiban üveg sem volt. Ezek a fiatal gyerekek, hárman ültek egy padban, és csak a középső gyereknek volt tankönyve. És nem egy gyerek karácsony előtt, abban a hidegben, szandálba jött az iskolába. Tessenek csak belegondolni, hová sodródott az az ország, amelyre mi büszkén tekintettünk, és vágyakozva. Erre képes
egy háború. És ez egyik pillanatról a másik pillanatra bekövetkezhet, ha mi nem készülünk arra, hogy megvédjük a saját érdekeinket és értékeinket. A Magyar Honvédség valamelyik este a televízióban kérdeztek engem, hogy minek ez a fegyverkezés. Háborúra készülünk? Nem, nem háborúra készülünk. Mi a békét szeretnénk megőrizni és fenntartani. Megőrizni és fenntartani. Ehhez pedig felkészültnek kell lenni, és képesnek kell lennünk arra, hogy ezt végre is hajtsuk. És itt önöknek, fiataloknak ebben nagyon nagy szerepük van. Erre kell, hogy készenlétben legyünk, bármikor. Nem beszélek itt a NATO fenyegetettségről, sokkal inkább azokról a kérdésekről szeretnék beszélni, amely a jelenlévő fiatalokat érinti. Említettem a békefenntartói feladatokat, mi annak vagyunk a hívei, hogy a gondokat, a problémákat ott kell megoldani, ahol azok keletkeznek. Nem új keletű dolog. Nehogy valaki azt higgye, hogy ezt most találtuk ki. Akkor nem lennének ott a katonáink a békefenntartói feladatban. Nem új keletű dolog a békefenntartás a Magyar Honvédségnek. Már 1861-ben az osztrák-magyar monarchia időszakában voltak kint magyar békefenntartók. A Krétán például. Ott kezdődik a magyar békefenntartás történelme és története. És folytatódik napjainkban, Afganisztánban, Irakban, Afrika különböző pontjain, Ázsiában, Afrikában és mindenütt, ahol a helyzet ezt megkívánja. Minden évben mintegy 2000 katonánk teljesít békefenntartói szolgálatot a nagyvilágban. És próbáljuk kezelni ott a problémákat, ahol azok keletkeznek. Nem kell behozni, nekünk értékeink vannak, nekünk hagyományaink vannak, kultúráink vannak az elmúlt évszázadokból, amelyet elődeinknek köszönhetünk. És ezt meg kell őrizni. Ez adja a magyarságunkat. Azért kell nekünk magyarnak maradni, mert annak születtünk. Legyünk lojálisak, elkötelezettek a haza iránt. És ha kell, legyünk áldozatvállalóak. Erről szól a Magyar Honvédség, és ennek története. Következőt nézzük el. Azt mondtam, hogy nem háborúra készülünk, hanem sokkal inkább a békét kell megőriznünk. Ehhez viszont olyan erős, ütőképes, önálló Magyar Honvédségre van szükség, ahol elkötelezett, jól felkészült, elhivatott, lojális katonák teljesítenek szolgálatot. Jól felkészült, elhivatott és lojális. Hölgyeim és uraim, önök előtt áll az élet. Önöknek kell eldönteni, hogy melyik úton indulnak. Ez az önök joga és felelőssége. A katonai hivatás az is egy lehetőség. A katonai hivatás olyan széles spektrumban értelmezhető, hogy nálunk szinte minden szakterület megtalálható. Az új honvédelmi haderőfejlesztési programmal ott vagyunk az űrkutatásban, ott vagyunk a kibervédelemben. Az új technikai eszközökkel ott vagyunk a legkorszerűbb, legmodernebb eszközök alkalmazásában. De ott vagyunk az oktatásban, a képzésben, az egészségügyi ellátásban. Nincs olyan szegmense Magyarországon a foglalkoztatásnak, amelyben a Magyar Honvédség ne lenne valamilyen formában jelen. Tehát mi tudunk életpályát mutatni minden egyes katonának, aki erre készül, vagy ezt az életutat szeretné választani. Nem könnyű, meg kell mondani előre. Egy katonai hivatás, egy életpálya, egy élethivatás rendkívül nehéz. Sok-sok megpróbáltatással jár, sok-sok lemondással jár,
de nagyon szép. És éppen ezért ebben a honvédelmi és haderőfejlesztési programnak is az első részében az életpályáról beszélünk. A kisfilmben lehetett látni, hallani. Ki van a középpontban? Maga az ember, a katona. Ő róla kell, hogy szóljon a honvédelem kérdése. Mert ő tudja megvalósítani mindazt, aminek a hazára szüksége van, hogy békében, hogy biztonságban élhessünk. Ez az életpálya a katonák részére éppen ezért három alapvető dolgot foglal magába. Az egyik az a felkészültség. A kiképzés, a képzés, az oktatás, az ott megszerzett ismeretek alapján a beosztásban történő előmenetel, és mindehhez tartozik természetesen egy ösztönző rendszer, egy elismerési rendszer, egy illetményrendszer. Én úgy gondolom, hogy a Magyar Honvédség állománya kezd visszatérni, kezd visszajutni oda, hogy elismert legyen. Ne csak a munkája, ha árvíz van, ha iszapkatasztrófa van, ha rendkívüli téli időjárási viszonyok vannak, vagy ha illegális migráció van, hogy gyorsan oda 7000 katonát és oldják meg a feladatot, legyen elismert tagja, erkölcsileg és anyagilag ennek az országnak, mert ezt az országot szolgálja, mert az esküjében is arra tesz fogadalmat, arra esküszi. Senki a világon, nem csak Magyarországon, senki a világon nem tesz olyan esküt, mint a magyar katona. Mert a magyar katona azt mondja, ha kell, élete feláldozásával is. Olyat mondanak, hogy életünk kockáztatásával vagy veszélyeztetésével, de csak a magyar katona tesz ilyen felajánlást. Ha kell, élete feláldozásával is megvédi azt, ami az ő kötelessége. Értékeinket, hazánkat, szeretteinket. És ez az életpálya, ez az illetmény, azt követően a lakhatás biztosítása a katonának, hiszen ha a katonának ma azt mondják, hogy holnap után az ország másik felében szolgálsz, akkor oda kell menni. Jobb, ha családdal együtt tud menni, hogy a család együtt maradjon. Bár mi úgy gondolkodunk, hogy van a szűkebb család, a katonának a szűk családja, meg van a honvédség nagy családja. Úgy kell élnünk olyan bajtársi légkörben, hogy tisztelnünk, becsülnünk kell a velünk együtt szolgálókat. Tudniuk kell, tudnunk kell, hogy számíthatunk egymásra. Bíznunk kell egymásban. Ez formája, ez alkotja ezt a nagy családot egyé. És hát sajnos az emberi szervezet olyan, hogy egy idő után megkopik, mert ez az élet velejárója, akkor sem szabad a katonát felesleges polgárként kezelni. Ő megtett mindent azért, hogy szolgálja ezeket a célokat. És ha mindent megtett, és ez becsülettel, lelkiismeretesen tette, akkor se dobjuk félre, ha egészségi helyzetében olyan változások következnek be, hogy már nem tudja azt a fegyveres szolgálatot ellátni. Mert az az igénybevétel, ami egész életén nyomon követi, különböző módon terheli meg az embereket. És róluk is gondoskodni kell. És akkor nem beszélek itt a kiképzésről, a felkészítésről, de beszélek a társadalmi kapcsolatokról, az oktatásról, a civil polgári társadalomban lévő oktatási rendszerekről, hogyan kell a Magyar Honvédségnek ehhez hozzájárulnia, hogyan kell felépülni, hiszen a Magyar Honvédség ugyanúgy a társadalomból építkezik, ugyanúgy önöket, fiatalokat szólítja meg. Ezért nekünk olyan oktatási rendszert kell működtetnünk, amely
Azt mondja, hogy létezik egy polgári vagy civil, meg létezik egy katonai. Persze létezik, mert a katonainak vannak bizonyos különleges, speciális sajátosságai. De a kettő egymástól elválaszthatatlan. Azok az alapok, amelyeket itt és más intézményekben megszereznek, arra tud a Magyar Honvédség építkezni. Nem új embert fog formálni és alakítani, csak más embereket fog formálni és alakítani. Azokból a sajátosságokból adódóan, amely a honvédelemre, a honvédségre vonatkozik. És nagyon nagy szerepe van itt az önkéntes tartalékosoknak ebben. Nem akarok belemenni abba a kérdésbe, hogy a most a rendszerünk különleges jogrendben mikor, hogyan teszi lehetővé, hogy a Magyar Honvédséget aktivizáljuk, és a tartalékosokat, az úgynevezett hadköteles tartalékosokat behívjuk. De ha mi arra várnánk, akkor nagyon nagyot hibáznánk. Mert ha vészhelyzet van, és veszélyhelyzet, akkor egyik pillanatra, a másik pillanatra nem lehet megteremteni a Magyar Honvédség képességét. Vásárolhatunk 21. századbeli technikai eszközöket, a legkorszerűbb, legmodernebb eszközöket. Ha ahhoz nem lesz olyan felkészített, kiképzett állomány, akik ezeket az eszközöket hatékonyan tudják működtetni. Éppen ezért a társadalommal való kapcsolattartás is rendkívül fontos. Szóljak néhány dolgot a technikai fejlesztésről. Közben itt a kép jobb felső, bal alsó sarkában azokat az eszközöket láthatják, amelyeknek a beszerzése megkezdődött, folyamatban van. Jobb oldalon azokat a hazai gyártású fegyvereket, amelyeket Kiskunfélegyházán gyártunk. Egyelőre összeszerelünk, de itt most már jönnek a gépsorok, és év végétől kezdve gyártó kapacitást tudunk biztosítani. Ezzel lesz ellátva minden magyar katona, rendőr, büntetés végrehajtásnál dolgozó személyek, akik fegyverrel látják el mindennapi feladataikat. A kép bal alsó sarkában egy könnyű típusú, több funkciós, több célra felhasználható helikopter figyelhető meg, ez az az Airbus A145M-es helikopter. Lehetett látni, a pilótáink mondták, hogy ilyen képességű gépek kellenének. Hát ha ilyenekről tudnak álmodni, akkor valósuljanak meg az álmok, mert ezekkel tudunk valójában olyan ütőképes magyar honvédséget felépíteni, amelyre szüksége van Magyarországnak, és szüksége van a NATO-nak. Következőt nézzük. Nem megyek itt sorba, hogy mi mindent vásároltunk, vagy mi mindenre kötöttünk szerződést már. De ha csak így végig pillantanak ezeken a sorokon, akkor láthatják, hogy a teljes Magyar Honvédség megújul. A szárazföldi haderő nem, a légierő haderő nem, a logisztikai támogatás, a vezetés, és olyan eszközöket szerzünk be, amelyek 21. századbeli eszközök. Nem levetett technikát, amit már más nemzet kimustált, hogy jó, a magyaroknak jó lesz, az nem lesz jó. A magyar ember megérdemli, a magyar katona megérdemli, hogy a legjobbat kapja. Mert ha a legjobbal tud dolgozni, akkor tud olyan eredményeket elérni, amire szüksége van az országnak a biztonság megőrzése érdekében. És hát ebben benne vannak a helikopterek, a merevszárnyú gépek, hát a repülőgépek, a digitális katona program, ez egy olyan furcsa kinevezés, de látták a képen, ugye a fiatalokra jellemző, nekünk is vannak lányaink, meg unokáink, és már a kisunoka is mindig ezzel a kütyűvel jár a kezébe, az okostelefonnal, meg az iPaddel, meg egyéb mással, de hát a katonának is van, látták? Ott kütyüzött vele, és bizony műholdas összeköttetése alapján végzi a feladatát. Tehát amikor korszerű dologról beszélek, akkor azt mondtam, ott van az űrkutatás, ott vannak a műholdak, ott van a lézerkutatás, hiszen a kutatás, fejlesztés, innováció adja a jövőjét a Magyar Honvédségnek. Következőt.
Hát ez az a harckocsi, ez a Leopard elnevezésű harckocsi. Ez is, hát ahogy figyeltem eddig a Facebook oldalon megjelent kommenteket, meg megjegyzéseket, meg véleményeket, hát igazából ez viszi még a pálmát. Ez a harckocsi. Világszínvonalú, majd még most kerül gyártósorra, tehát nem úgy vagy, hogy áll a raktárba, ott porosodik és majd elhozzuk, hanem a magyar igényeknek megfelelő kiegészítésekkel kerül a gyártósorra, és 2023-tól várható az első ilyen harckocsiknak a beérkezése. Szóval ott vannak az önjáró lövegek, és minden olyan korszerű eszköz, amelyre büszkék lehetnek majd a magyar katonák. És én nagyon bízom abban, hogy az ország pedig, az ország lakossága majd a magyar katonákra lesznek büszkék. Még büszkébbek. Nem csak olyankor, amikor a gátakon meg kell fogni azt a hatalmas víztömeget, amely veszélyezteti egy bizonyos térség lakosságát. Következőt nézzük. Na nézzük a honvédelmi nevelés, és hát nevezhetjük nevelésnek, de senki ne vegye rossz néven. De vissza kell térnünk oda, hogy valóban ismerjük már meg hazánk történelmét. Valóban tudjuk már értékelni azt, hogy amit tettek elődeink, őseink, azt olyan célzattal, olyan szándékkal tették, hogy majd gyermekeiknek, unokáiknak, dédunokáiknak, ükunokáiknak biztosítsák a jövőt. Most nekünk kell felelősséget érezni önökért, és megteremteni annak a feltételét, hogy eligazodjanak ebben az elég bonyolult világban. Hogy el tudják dönteni azt, hogy mit szeretnének és miért. Hogy lássák azokat a célokat maguk előtt, hosszabb távú célokat. Bár amikor én is fiatal voltam, akkor én is lehet, hogy csak a holnapra gondoltam, mert ez velő járó dolog, és ahogy említettem, bár egész életemet katonaként értem le, de nem így indultam el. Nem azon az úton indultam el. De ha látjuk magunk előtt, kitárulunk ezt a széles világot, akkor kapjunk tiszta képet, hogy merre menjek. És ha megnézik a magyar honvédség, rendkívül széles spektrumot állít fel azért, hogy a társadalmi kapcsolatok és a fiatalok körében meg tudjunk jelenni. És beszéljek arról, hogy sokan félreértelmezték. 2016-ban kezdtük el, itt ezzel nincs feltüntetve, de 2016-ban indítottuk el az első nyári úgynevezett honvédelmi tábort. És úgy gondoltuk, hogy meg lehet szólítani a fiatalokat. Őket is, akik nem akarnak ilyen erőszakos, fegyveres képzésben részt venni, de ki akarják próbálni saját magukat. Mire képesek? Kalandtúrákat. Olyan versenyeket, hogy fel tudják mérni a képességeiket. Meg tudnak vele küzdeni, vagy sem. Meddig terjed a tűrő képességük? Milyen is egy közösségben, egy kollektívában eltölteni egy 2 hetet? Erőpróbák. Kölcsönös segítségnyújtás. Ön és kölcsönös egészségügyi segítségnyújtásra gondol. Tájékozódás terepen, túlélési gyakorlatok. Ha elmennek kirándulni fiatalok és eltévednek az erdős hegyes tere, hogy fognak onnan kitalálni? Hogy tudnak segítséget kérni? Hogy tudnak a bajba jutottaknak segíteni? És nem csak a kezüket tördelik, ha azt látják, hogy valaki rosszul lesz mellettük, hanem tudják, hogy mit tegyenek. Ha valaki bajba jut, tudják, hogy hogyan segíthetnek rajta. Mert ilyen táborokat indítunk. 2016-ban mintegy 300 fiatalt szólítottunk meg. Annyit terveztünk.
feltöltöttük. Majd jött 2017, és háromszorosára nőtt. És még mindig nem tudtunk mindenkinek helyet biztosítani. Jött 2018, 1500 fő. És 2019, ezért tervezünk erre az évre 72 turnust, több mint 2000 fővel. Tehát érdekli a fiatalokat. Vonzó számukra. És most már azt kell mondani, hogy nagyon sokan úgy döntenek, hogy akkor katonai orientáltságot vesznek. És hagyj említsem meg külön a kadétképzést. A kadétképzést most 2019-től ki akarjuk bővíteni. Mert ez az ügykezelő, ügyvitel és egyéb más, azt mondjuk, hogy jó, rendben van, de hát ne mindenkiből ilyen irodai munkás legyen, adminisztratív munkakör. Nekünk kellenek majd a jó altisztek, akik értenek a technikához, az informatikához, akik értenek azokhoz a dolgokhoz, amelyel tulajdonképpen működtetni és fenntartani tudjuk ezt a magyar honvédséget. Tehát a szakképzési centrumokban történő oktatásnak rendkívül nagyon nagy jelentősége van. És azért indítottuk ezt a Honvéd Kadét programot is, ha megnézik, azért ez egy piramisból áll. Kezdődik a honvédelmi alapismeretek, mint közismereti tárgy oktatásával. Folytatódik a Honvéd Kadét ágazati képzéssel, és eljutunk oda, ahol a diákok katonaként tanulnak. Katonai középiskola és kollégium. Egyenlőre egy ilyet működtetünk Debrecenbe, a Kratokvirt, de terbe vettük, Hódmezővásárhelyen fog indulni a következő, és bizony ők, ezek a fiatal emberek és hölgyek olyan gyönyörűen készülnek a jövőre, legjobb tanulmányi eredményeket érik el, és folytatják tanulmányaikat, vagy az Altiszt képzőintézetünkbe, vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. De mi, ahogy beszéltem az elején a katonai életpályáról, úgy egy ösztöndíjrendszert is szeretnék bemutatni. Tehát amikor mi kérünk valamit és elvárunk valamit a fiataloktól, ezt mi egy ösztönző rendszerrel, nézzük el, egy ösztönző rendszerrel is, oda menjünk az ösztönző rendszerhez, ösztönző rendszerrel is alá kívánjuk támasztani. Az ösztöndíjak tekintetében lehet látni, hogy például, aki itt tanul, azt mondom, hogy a Béri Balog Ádám középiskolai ösztöndíjra jogosult. Egyenlőre 69 fő veszi ezt igénybe. Nem olyan nagy pénz, de havonta ez több mint 22.000 forintot jelent. Nem várunk el érte túl sokat, csak a tanulmányi átlag 4,5 feletti legyen. Ugye emlékeznek, miről szólt a dia? A legjobbak. Mi a legjobbakra tartunk igényt? A legjobbakat akarjuk a Magyar Honvédség soraiba állítani. Szokták mondani valamit, valamiért. És én csak biztatnám önöket. És megint azt mondom, itt van az én életpályám. Csak biztatnám önöket, hogy tanulni. Tanulni a mára. És az majd szépen építi a jövőt. Vagy ott van egy Lippai Balázs esélyegyenlőség, mert mi nem teszünk különbséget sem nemre, sem származásra, semmiféle különbséget nem teszünk a katonák között. Nekünk egy dolog a fontos, aki tudja teljesíteni az elvárásokat, és aki képes és alkalmas ezeknek a feladatoknak az ellátására, szívesen látunk mindenkit sorainkban. A Mészáros Lázár ösztöndíj egyenlőre 46 fő veszi,
igénybe, de majd önök is folytatnak további tanulmányokat, én biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan. Nekik már ott van, hogy havonta mintegy 67 ezer forintot tudunk biztosítani. Hát majd 18 év után vehető ez igénybe, mert akkor fognak olyan iskolába járni. A felsőfokú képzésen résztvevőknek láthatják, mintegy 134 ezer forintot adunk havonta. Tehát amiről szólt a kisfilm a kezdet-kezdetén, hogy az ember áll a középpontban. Mi a legjobbakra tartunk igényt, csak a legjobbakat akarjuk sorainkban tudni, akikre majd büszke lehet ez az ország és ez a nemzet, ezért nagyon-nagyon sokat kell tennie mindenkinek. De ezt nem önzően és nem támogatás nélkül akarjuk. A Honvéd középiskolai ösztöndíj, itt pedig hát azt mondjuk, aki már részben katonaként éli minden napjait, mert ott alszanak a kollégiumban, reggel ébresztő van nekik, reggel reggeli torna van nekik, közösen csinálnak mindent, és akkor is, ha Debrecen az illetőségű, akkor sem a mama vacsorájához megy haza, hanem majd hétvégén. Tehát katonai életvitelszerűen végzi az iskolát. De ehhez ösztöndíjat kap, 10 000-től 30 ezer forintig terjedő ösztöndíjat. Tanulmányi eredménytől függően. Nem nagyságra mérjük, hanem a tanulmányi eredményhez függően. Hát az utolsó ösztöndíjrendszerről nem szívesen beszélek, de hozzátartozik a katonai szolgálathoz sajnos. Míg számunkra a katona és a családja a legfontosabb, azért azok a feladatok, azok a küldetések, amelyek a békefenntartás, legyen Afganisztán, Irak, vagy bárhol máshol a világon, vagy a hazai feladatok ellátása az az egyik legveszélyesebb küldetés. És itt 210 árva gyereknek fizetünk ösztöndíjat és gondoskodunk róluk, de egyébként a Magyar Honvédség úgy tartja számon, hogy több mint 400 árvánk van, akire nekünk oda kell figyelni. Mert vagy édesanyjuk, vagy édesapjuk a Magyar Honvédségnél veszítette el életét szolgálatteljesítés közben. De ők is fontosak számunkra. Következőt kellene. A területvédelmi képességekről beszéltem. Tolna megyében is én úgy gondolom, hogy jó úton járunk, jó úton haladunk. Arra törekszünk, hogy ez a területvédelmi koncepció, amely azt foglalja magába, hogy minden járásban egy területvédelmi századi képességet tudjunk létrehozni, és megyénként pedig egy területvédelmi zászlóaljat. Itt látható, hogy békeidőszakban 2000-et hoztunk létre, különleges jogrendben 7 ilyen ezred fog működni, és tulajdonképpen Tolna megye, itt a 6-os számmal jelölt terület, amely pillanatnyilag a Székesfehérvár létrehozott önkéntes területvédelmi ezred alárendeltségében kell, hogy végezze munkáját a Honvédelmi Sportszövetséggel szoros együttműködésben. A Honvédelmi Sportszövetség, hát nyilván a többség a fiatalok számára nem egy ismert fogalom, például az, hogy MHS, a Magyar Honvédelmi Sportszövetség, amely tulajdonképpen valamikor a sorkatonák bevonulását megelőzően minden fiatal embert megszólított, és részt vettünk az ő képzési rendszerükben, és arról tett tanúbizonyságot, hogy annak voltak jó elemei, követendő elemei, és mi ezt visszahozzuk, és akarjuk biztosítani, hogy a járásokban, a megyékben a hazafias nevelés, a honvédelmi nevelés, a sport révén is erősödhessen.
és éppen ezért lesznek olyan területei ennek a sport, illetve hát vannak olyan területei ennek a sportszövetségnek, amelyeket mi nagymértékben segítünk és támogatunk, ilyenek a küzdősportok, ami kell egy katonának, hogy otthonosan tudjon mozogni a küzdősport területén, ilyenek a lövészet, ilyen az ejtőernyőzés, ilyen a repülőkiképzés, vitorlázó, majd motoros repülőkiképzés, a búvár kiképzés, az ejtőernyősök és híradó, rádió kiképzés. Tehát van rengeteg olyan terület, amely a Magyar Honvédség vonatkozásában előnyös, és mi ezeket a sportegyesületeket, sportszövetségeket kívánjuk támogatni, mert ott is meg tudjuk nyerni a fiatalokat, vagy éppenséggel tudjuk őket orientálni, hogy ti úgy látszik, hogy nagyon elhivatottak vagytok, nem tudom, búvárkodásba, ebbe-abba, na hát nálunk is vannak azért olyan területek, ahol a búvárokra van szükség, nem is akármilyen búvárokra. Ezért szoktam mondani, amikor a Magyar Honvédség képességeiről beszélünk, hogy a magyar katonák szárazföldön, légi, vízi, sőt víz alatti tevékenységre is ki vannak képezve. Hát persze mindenki a maga területén. Nem mondom, hogy mindenki tud víz alatt harcolni, de hát akiknek ez a feladata, például a különleges műveleti katonák, ők bizony ott vannak. És hát lehet látni itt a fiatal kis gyerekeket, hogy milyen élvezettel látják el ezeket a feladatokat, és ezekben a honvédelmi sporttáborokban és egyéb más ilyen közösségi életben ők is megjelennek. Figyelembe véve a rendelkezésemre álló időt, én ennyiben kívántam összefoglalni a mondandómat, és hát én nagyon bízom abban, hogy az itt látottak és hallottak alapján azt tudják mondani, hogy hát ebben is van valami ráció, lehet, hogy ezt is érdemes megpróbálni. Én arra biztatnék mindenkit, hogy aki el tudja fogadni ezt az életvitelt, ezt a küzdelmes életvitelt, amely időnként nem mindig családbarát, mert sokat kell távol lenni a családtól, sokat kell nélkülözni, ugyanakkor egy olyan elismert hivatás lesz a jövőben, biztos vagyok benne, mind anyagilag, mind erkölcsileg, hogy érdemes ezt a hivatást választani. Én kívánok Önöknek tanulmányaikhoz sok sikert, kitartást, kívánom azt, hogy találják meg helyüket, céljaikat ebben az életben, kívánok Önöknek sok örömet és boldogságot a jövőt illetően. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.